I'm walking through deep water. It's all that I can do. I'm walking through deep water, trying to get to you. Your face is hidden from me, but your love is not. I will not reach for other things till I know what I have got. I'm walking through deep water, trying to get to you. Mit tud nekem az Irén segíteni? Elmondom, hogy nem akar jót. Jót akar. Csak mindig olyan erőszakosan akarja azt a jót, hogy... De akkor megint bekopogtattak. Mire ő kissé ingerülten kiszólt, hogy értse már meg, hogy most nincs abban a helyzetben, hogy fogadni tudná. Csak hogy akkor megszólalt odakint a lépcsőházban, de valószínűleg nagyon közel az ajtóhoz egy férfi, hogy nem, én vagyok. És rögtön tudta ki az. De az nem lehet, de lehet, de nem lehet, de igen, villantak fel benne. Aztán ellépett az ajtótól, mintha az az ajtó égne. Mert hirtelen forró lett, de ez képtelenség, gondolta. És megdörzsölte az arcát, hát ha így józanabbul meg tudja ítélni a helyzetet. És akkor egy darabig nem történt semmi. Nem kopogtatott be újra. De már nem is igen volt rá szükség, mert szinte biztos volt benne. Gyorsan visszaszaladt a nappaliba, először felkapott egy pongyolát, belenézett a tükörbe, gyorsan ledobta magáról, oda rohant a szekrényhez, és elkezdte pörgetni a ruhákat az akasztón, aztán megint kopogtattak, olyan halkan, amennyire csak ezt lehetett. De ő meghallotta odabent. Már nem csak valami zaj volt az, hanem ő. Most már biztosra vette. Úgyhogy belebújt a skarlátpiros egybeszabottba. Belenézett a tükörbe, de egy pillantás elég volt, és ezt is ledobta magáról. Kivette egy olyan őszíjesen barna kis kosztümöt, és villámgyorsan felvette egy halványlila blúzzal. De a papucsot nem vette vissza, és nem húzott cipőt. Hisz otthon van, gondolta, és a gondolatok darabokra estek a fejébe. Belenézett a tükörbe, és azt gondolta, jól van. De ez az egész persze csak úgy darabokban volt benne, mert abban a fejben nem voltak most mondatok, csak szavak. De azok sem voltak épek. Ide-oda ugrált valami, ráadásul ebben a fejben. A szíve meg annyira elkezdett verni, hogy kénytelen volt mindkét kezét erősen rászorítani erre a szívre. Aztán mindent csak úgy ösztönből csinált. Ráadásul folyton az volt az érzése, hogy túl lassú, és annyira lassú, hogy talán elmegy, vagy talán fülelt bele a levegőbe, már el is ment. Nem, rázta meg a fejét, nem ment el. Még egy utolsó pillantás a tükörbe. De tényleg egy utolsó, és elindult a nappaliból kifelé, de még hála a Jóistennek vetett egy pillantást vissza, és észrevette a lehaigált pongyolát, meg a különböző, ezúttal alkalmatlannak minősülő ruhadarabokat a fotel, meg az ágy szélén. Visszaruhant és összekapkodta őket, és összefogva egy mozdulattal bedobta az egészet a szekrénybe, aztán gyorsan rájuk csukta a szekrény ajtaját, és akkor még egy utolsó, de... Tényleg csak egy utolsó pillantás a tükörbe, és már kint is volt az előszobában. És kiszólt, halkan, remegő hangon, hogy ki az? És ugyanaz a hang felelt rá, aki az előbb. Erre lassan, és egy örökké valóság volt ez a lassan, elfordította a kulcsot a zárban, és lenyomta a kilincset, és anélkül, hogy a biztonsági láncot kiakasztotta volna, kinyitotta résnyivel az ajtót. Ő állt odakint. A kalapját a kezébe fogta, egészen előre görnyedt, hogy a feje egy magasságba kerüljön az övével, és azt mondta, jó reggelt, asszonyom, Mariettát keresem. Egymással szemben ültek, és a zavar nőttön nőtt a nap. Marika nem tudta elhinni, ami történt, ezért csak a konyhára figyelt, hogy mikor hallja meg, elkészült-e a kávé.
A báró pedig egyre kevésbé értette, miért nem válaszol neki egyenesen az asszonyiszt. Rögtön elkezdte mondani, amikor beengedték az ajtón, s beinvitálták a nappaliba, hogy mi járatban van, és hogy Buenos Airesből jön. És hogy bevallja a nagyságos asszonynak, minden vágya, hogy amilyen gyorsan csak lehet, láthassa Mariettát. Mert az első vizit, mondta a maga halk hangján a báró, az a Mariettáé. Minden más csak utána következhet. Aztán csak ültek szótlanul, míg meg nem szólalt odakint a konyhában a kotyogó. Akkor Marika szeliden elnézést kért, kiment, és az előkészített porcelán csészékbe kitöltötte a feketét. Bevitte, és nem remegett. Noha tudta, hogy hamarosan remegni fog, de egyelőre még abban az állapotban volt, amelyben az ember egyszerre fogja fel a történteket, és egyszerre utasítja el. A fekete kedves párákat eresztett fölfelé, hol egyikük, hol másikuk kortyol bele a csészéjébe, de közben a báró most hallgatott. Aztán csak köszülögette a torkát, és megpróbálta kitalálni, ki lehet ez az asszony Mariettának. És bárhonnan közelítette is meg, mindig ugyanarra jutott, hogy valószínűleg az édesanyja, de legalábbis egy nagynéni. Itt ül tehát, sohajtott fel a kagyló fotelben a báró. És előtte ott ül Marietta édesanyja, de legalábbis egy nagynénje, akiket ugyan sose látott, de mindig így képzelt el. Ilyen kedves arcúaknak, ilyen szelideknek, ilyen bátortalanoknak, s mivel soha nem látta a maguk idejébe őket, ezért képzelete bőven eljátszhatott a hasonlóságokkal és a magatartásbéli tulajdonságokkal. Igen, gondolta, a hasonlóság valahol ott van. Azt nem mondaná, hogy Mariettának az asszonynak a vonásai teljes mértékben örökölte volna, viszont volt az arcában és a testtartásában néhány apró jellegzetesség, ami összekötötte őket. Marika meg közben annyira apró kortyokban ivott, amennyire ez egyáltalán lehetséges volt, mert belemenekült a kis kortyokba, mivel úgy érezte, csupán ezek az egészen kis kortyok menthetik meg. Istenem, remegett meg mégis most először, de most erősen az a kéz, amelyikkel a csészét tartotta. Itt ül vele szemben Béla, a világhírű, az újságok címoldalán látható hírneves személyiség. Átutazott érte egy egész világot, és itt ül vele szemben. Fölöttük a csillár más volt, és a fotel, amiben ült, más volt. Az egész nappal is, az egész lakás ő vele nem ugyanaz volt, mint ami eddig. Béla, akinek fiatalkori vonásait ő nagyon is világosan felfedezte ebben az idős arcban. Béla, aki azokat a végtelenül kedves sorokat írta neki az óceán túloldaláról. Ez a Béla itt ül szemben vele, és arról mesél, mit érzett iránta. Mert a báró valóban nem látott egy idő után más kiutat ebből a zavarból, melyet az okozott, hogy az asszony láthatóan nem kívánt beszélni, mint hogy a lehető legőszintébben mesél neki a legszentebb érzéseiről. Előbb csak annyit mondott, hogy maga is meg van ám lepődve, hogy egy ilyen érzékeny és igen személyes ügyben, mint az ember szerelme, képesnek látszik megnyilatkozni. De itt valahogy is retett egy pillantást a nappali egészére, valahogy mint aki otthon érzi magát, amiért természetszerűleg a bocsánatát kére, hiszen még nincs pár perce, hogy megérkezett, s a hölgy volt olyan nagyvonalú, és beeresztette ismeretlenül, és most itt ülhet vele szemben a szalomban, mert soha, higgyel, azt mondjam, soha, egyetlen pillanatot se tudtam elfelejteni. Amikor 19 éves koromban el kellett hagynom a várost, és ezt az országot is. Egyetlen pontja maradt az életemnek, amihez ragaszkodtam, és ez Marietta volt. Utaztunk keresztül hasonló a világban, míg végül megtelepettünk Argentínába, de soha nem felejtettem el az arcát. Az arcának az összes vonásai ott voltak előttem. Bármikor fel tudtam idézni, és nem volt nap, hogy ne idéztem volna fel. A családom közben vagy elhalálozott, vagy szerteszéllyel keveredtünk, csak én maradtam Buenos Airesben, mondta. De egyetlen nap se volt, hogy ne láttam volna. Ahogy rám mosolyog, ez volt, és most biztosan kinevet asszonyom, de tényleg ez volt az egyetlen, ez a mosoly, ami életben tartott. Mert a Marietta iránt érzett szerelmemen kívül nem volt semmi. És nem is akartam, hogy legyen.
Nem érdekelt az üzlet, nem érdekelt már semmiféle tudomány, és különösen nem érdekelt a művészet, mert ez főleg, hogy mindig rá emlékeztetett. Természetszerűleg nagyon vigyáztam, hogy még csak ne is halljam se Dosztojevszki, se Tolsztoj, de különösen ne Turgenyev nevét. Olvastam a Divina Komédiát, és nem bírtam az első 20 oldal után tovább. Olvastam Catullust, és eldobtam a könyvet, a kezembe vettem Vajda Jánost, és sírtam, és nem akartam sírni, mert tudja, asszonyom, a sírás volt amúgy is az egyik tünete a betegségemnek, mely már fiatalon, de különösen életem második felétől folyton intézetekbe és szanatóriumokba kényszerített, és nem fogja elhinni, forgatta a báró az üres csészét az ujjai közt, de Mariettáról mindössze egyetlen képen van. Igaz, hogy azt őrzöm attól kezdve, hogy beleszerettem. Nézze, ma is nálam van, mert mindig nálam van, és benyúlt az akúja belső zsebébe, és előhúzta onnan a borítékjából a fényképet, és odaadta neki, hogy tessék, nézze meg, mennyire gyönyörű. És Marika lehajtotta a fejét, és megnézte a fényképet, és nézte, aztán nem bírta tovább, és kiszaladt a konyhába, és csak arra volt ereje, hogy visszakiáltson, hogy Szent Isten, cukrot nem is adtam a kávéhoz. Bocsásson meg! Majd neki támaszkodott a kredensznek, és megpróbált urrálleni háborgó érzései fölött. És tényleg nem tudta, a báró nem veszítette-e el az épp eszét, mert hallott ő már annyi mindent róla, hogy a betegsége így, meg a betegsége úgy, de elhinni azt, hogy nem ismeri föl, azt egyszerűen nem tudta elhinni. De akkor mégis igaz, kapaszkodott meg még erősebben a kredenszbe. Lehetséges, hogy a báró elméjével tényleg történt valami? Mert hát az nem lehet, hogy idejön, leül vele szembe, ránéz és nem emlékszik rá. Ez egyszerűen nem lehet, lökte el magát. És visszament a nappaliba, ó, mondta, és a fejéhez kapott a cukrot, mégis elfelejtettem. Azzal már újból a konyhába is volt megint. Kinyitotta a kredenc felső ajtaját, levette a cukortartót, és visszament a nappaliba. Leült a fotelágyra, de a báró nem nyúlt a cukortartóért, miközben ő nyújtotta felé, nem nyúlt érte, mert őt nézte, és ettől Marikát megint elfogta a remegés. És most már nem bírt neki ellenállni, nem tudta legyőzni, hogy ne remegjen. Hátradőlt a kihúzható fotelágyon, és egész testében remegett. A báró meg változatlanul lesevette a szemeit róla, és annyira mélyen nézte, hogy Marika egyszerűen nem tudta elviselni, hogy nézi. Lassan lehajtotta a fejét, és némán elkezdett sírni. De a báró még mindig ugyanazzal a rémült tekintettel nézte. És csak nézte és nézte, és ott ültek egymással szemben. Nagyon hosszú percek teltek el. És nem szólt egyikük sem. Erről nem volt mit mondani. Akkor a báró lassan leeresztette a csészét a kezéből, letette a koktél asztalkára, majd felkelt, felvette a fényképet a fotelágyról, és mint egy alvajáró, kiment az előszobába, kinyitotta az ajtót, és kilépett a lakásból a folyosóban. A krinolinban tudok egy jó helyet, fordult hátra a báróhoz. Ott annyira jól csinálják a disznó pörköltöt, hogy ő meg fogja nyalni mind a 10 ujját. Mert tudja, ő mondta, és megpróbálta valahogy magára irányítani a báró halott tekintetét, hogy mire vágyik az ember, ha hazajön. Márpedig maga báró úr hazajött. Így van? És ilyenkor mi az első? Az otthoni ízek. Jól mondom? Kérdezte ide-oda ízekbe, mozogva az ülése. De a bárót nem lehetett felébreszteni. A báró, amióta csak visszatámolyogott a taxiba, úgy ült a hátsó ülése, mint aki nincs magánál. Amúgy is vértelen arcából minden élet elszökött. A szemei nyitva voltak ugyan, de lehetett látni, hogy nézése viszont nincs. És ő látta is, és megpróbálta életre kelteni. Mert azok az illatok, ahogy az ember először megérzi őket egy ilyen jó kis vendéglőben, mondta neki, és csettintette nyelvében, mégiscsak ezek a legfontosabb dolgok, nincs igaza, mert
Csürhetjük így, csürhetjük úgy, de ilyenkor, amikor az ember átlépi a határt, leegyszerűsödnek a dolgok. És a nagy hazaszeretetről kiderül, hogy az alapja megegyezik a pörkölt alappal. Én már, mutatott mind a két kezével magára, és megragadta a saját Jackie-t, és elkezdte rángatni. Én már sírtam egy igazi csirkepörkölt fölött, bár úr, én tudom, mit érez ilyenkor az ember, az otthoni ízek. Ezt nem lehet megfizetni. Persze, ami azt illeti, fizetni valamit azért kell. Sőt, nem ártana, átadna önnekem valamennyi összeget, hogy ne piszkolja be az ilyesmivel a kezét. És ez volt az a pont, ahol Dante kis szünetet tartott, és nem foglalkozott a taxissal, aki megint visszafolytva ugyan, de csuklani kezdett, annyira élvezte az előadást. A pont, ahol Dante tesztelt, és az egy volt az ő közismert szakkifejezései közül, mint egy tapasztalt horgász a körös parton, aki beetett, mielőtt bármi elkezdődne, hogy felmérje, itt van-e az idős, hogy mire van kapás. De a báró nem mutatott semmiféle érdeklődést a kérdés iránt. Úgyhogy Dante úgy döntött, későbbre halasztja a dolgot. Majd, ha kiszállnak. És odaszólt a taxisnak, hogy akkor világos, hogy elvalikál. Sajnos két nappal ezelőtt berontottak ide, és se szó, se beszéd fogták, és egyszerűen elvitték a két képet a sarokból. Így hát, mondta szomorúan a vendéglős, végtelenül sajnálja, de nem állhat a gépekkel a rendelkezésére a báró úrnak. Tudja ő, hajtotta le a fejét bűntudatosan, hisz olvasta ő és hallott ő mindent, hogy a báró úr mennyire szeret játszani. De a legnagyobb sajnálatára nem tud a gépekkel a szolgálatára lenni. Pedig csak ilyen egyszerű, csilingelő, piliszkáló gépecskék voltak, és szinte sírósra váltott a hangja, miközben egy kockás konyarulat gyűrögetett maga előtt. Ugyan kinek ártottak azok, hogy így ki kellett innen tépni őket a természetes helyükről? Mert így képzelte maga elé a báró úr, mondta még mindig. Mert így képzelje maga elé a báró úr, mondta még mindig ezen a sírós, reszkető hangon a vendéglős, hogy csak egy ilyen funky-monky, meg egy ilyen ultra-hog deluxe volt neki. De tudod, te tudod, nézett rá Dantér, aki oda se figyelt az egészen, mert a zsíros étlapot tanulmányozta elmerültem, hogy olyanok voltak itt azok a sarokban, mint két fa, vagy két bokor virág. Ez volt a természetes lakóhelyük, hogy így fejezze ki magát. Ne fejezz ki magad se, hogy szólt rá halkan Dante, aztán csak annyit mondott, mikor ilyen garuskád a pörtkölthöz. Hát csinálunk újat, jött a válasz erre készségesen. Jó, akkor három pörkölt lesz, és hozzá valami rendes savanyúság, de ne üvegest hozzá, látod ki van itt. Igen, igen, hadd a feldedett képpel a vendéges, látom, én nagyon is látom, csak nem akarom elhinni. Na jól van, vágta a további beszélgetés fonalát Dante, átnyújtotta neki a három étlapot, aztán kissé közelebb hajolt a báróhoz, aki még mindig ugyanúgy ült, mint a kocsiban, csak most valahol másult, de mindegy volt neki, mert egyikről se vett tudomást. Változatlanul nincs magánál, állapította meg Dante, és csak a szemével, de megfenyegette a taxist, hogy eszébe ne jusson itt szórakozni, viccelődni, jópofizni, mert nem azért ül mellettük, hogy bármi szerepet játszon, hanem azért, hogy legyen valami társaság. És egyszerűen nem tudta eldönteni, mivel mozdíthatná ki a bárót ebből a kataton állapotból. Az nem érdekelte, hogy mi váltotta ki nála, hogy mi történt abban a lakásban, vagy mi nem. Őt az érdekelte, hogy minél előbb visszakapja a bárót. Azt a bárót, aki a vonaton idefelé a titkárává fogadta. Visszakapja és beszélhessen vele a lényeges ügyekről, amilyen például a számlakezelés és egyéb adminisztrációs ügyek, melyeket magától értetődően ő már is szívesen levesz a válláról, mielőtt még bárki megjelenik érte is. Valamennyi ideje volt még erre, mert a lehető legtávolabbi címet, és ott a központtól és ettől a helytől a lehető legtávolabbi kocsmát adta meg az utolsó SMS-ben. Na de mennyi ideje maradhat még így is tépelődött? Legfeljebb egy negyed óra. Ha nagyon sokat szerencsétlenkednek, akkor egy fél órája van. Nézte a báró szemét, de még mindig nem látott benne semmi olyat, amiből kiindulhatott volna. Kihozták a három Coca-Cola Light-ot pezsgős pohárban, és egyszerűen nem volt ötlete, mivel mozdítsa ki. Akkor elkezdtem mondani, hogy a vendéglősnek természetesen fogalma nincs, milyen automaták voltak itt.
mivel ezek is az ő kis birodalmához tartoztak. Megmondja a báronnak, hogy valójában két erre a környékre való, mert ez a környék jön fel, ez biztos forrásban tudjana, tehát két darab ennek a feltörekvő környéknek a lakói igényéhez tökéletesen illő szórakoztató gépet állítatott őbe ide évekkel ezelőtt, és az egyiken nézett mélyen azokba az élettelen szemekbe Dante. Lehetett pókert játszani. És mivel egész biztos volt benne, hogy a póker említésével még az se biztos, hogy jó úton indult el, őszintén meglepődött, mivel a bárónak azokban az élettelen szemeibe hirtelen élet költözött és megszólalt. Mondván, előfordult, hogy a kaszinóban már nem engedték asztalhoz, és csak a gépeken játszhatott. De az egész nem érdekelte, mondta szintelen hangon, és annyira halkan, hogy mind a ketten, Dante is, a taxis is, folyamatosan hajolt közelebb hozzá, egyre közelebb, hogy hallják, mit mond, mert ő annak idején is csak azért kezdett oda járni, mert az volt a neve, hogy kaszinó. Viszont azt nem engedték meg soha, hogy csak üljön és igyon egy kávét vagy egy matét. Közölték vele, hogy itt játszania kell. Ezért hát játszott, és ezt nem mondja, hogy nem volt néha élvezetes, mert ő szereti a szabályokat, és a szabályokat jó érzés betartani. De bármikor akarta is, vagy nem engedték, és így mindig játszania kellett. Persze vesztett, de őt ez nem érdekelte egyáltalán. Neki a lényeg csak az volt, hogy beengedjék, mivel úgy hívták azt is, az Avenida Elvira Rawson del Delle Pianin, hogy kaszinó. És így ment ez évekig, de nem is, természetszerűleg évtizedekről beszél. Felemelte a pezsgős porra, és egy kicsit beleépott a Coca-Cola Light-ba. De akkor valószínűleg rájött, hogy mennyire szomjas, és gyorsan kiitta az egészet. Bravo! Kiáltotta Dante. Kitöltötte a maradékot, és odaintette némán a vendéglőst, aki le se vette róluk a szemét, hogy hozzon gyorsan még egyet. És a báró finoman bólintott a vendéglősnek, amikor az megérkezett az újabb Coca-Cola Light-tal, és töltött a pezsgős pohárba, és egyhajtásra kiitta azt is, úgyhogy hoztak még egyet. És azt mondta, hogy most már nem akar más, csak a kaszinót, amelyhez őt sorsdöntő események kapcsolják. Mindig arra vágyott, hogy élete végén megadja neki a sors, hogy még egyszer beléphessen a kaszinóba. Szeretné, mondta a Sinka utca 23 alatt, a disznópörköltre várva, ha kimehetne a teraszra, ami a körös fölé nyúlik, de szeretne ott, ha lehetséges, egy fél órát egyedül maradni. Ennyi az egész, nézett Dantéra. Akinek ettől rögtön felderült az arca, mert érteni ugyan még nem értette a báró, mi az ördögről beszél, de tudta, hogy a lehető legjobb nyomon van, hiszen arra a területre értek, ahol ő volt otthon. Gépek, póker, kaszinók, ebből lesz valami, villant fel benne, a szemeiben meg a fény. És azt felelte a báronak, hogy megoldható, sőt, ha ragaszkodik hozzá, már rögtön ebéd után odahajtatnak. És az abroszalat belecsípett a taxis lábába, és a puszta tekintetével megkérdezte, hol a francba lehet itt bármi, amit úgy hívnak, hogy kaszinó. Fogalmam sincs, közölte a taxis, szintén egy szó nélkül. Itt ilyesmi nincs, rázogatta a fejét. De Dante egyre csak csípte és csípte, úgyhogy azt mondta neki, de most már hangosan, hogy amikor ő személy szerint ilyen problémával találja szembe magát, mindig felhívja a diszpécsert. És elnézett a báróra, mint egy a beleegyezését kérve. A diszpécserük egy igen talpra esett nő. Úgy hívják, de nem mondhatta meg, hogy, mert Dante belerugott a lábába az asztal alatt, szóval ő neki biztos van valami ötlet erről a kaszinóról. Tehát nézett rá a báró, bár fogalma se volt ki ez itt mellette, a kaszinót nem kell keresni, ott van a hídnál, tudják, a nagy hídnál. Á, igen, kezdett hevesen bólogatni Dante, hát persze, hogy ott is. Megint belerugott a taxisba, nehogy megszólalja, mert ha a báró azt mondja, ott van, akkor ott van, ezen kár vitatkozni. És már csak az volt a probléma, hogy jutnak el vele oda, mielőtt a kapitány emberei vagy bárkik, akiket már mozgósított, lecsapnak rájuk itt. Ezért aztán azt javasolta, hogy amennyiben még nem éhes senki, ő például mindig csak úgy kettő körül szokott tevédelni, várhat ez a pörkölt, nem? Nézett a báróra, aki nem értette a fiatalember miről beszél, és az se hol vannak most, de halván, hogy visszaülhet a kocsiba,
és elviszik őt a kaszinóba, feleslegessé tette, hogy bármi egyébbel tisztában legyen. Tulajdonképpen nem is érdekelte semmi más, csak a kaszinó. Amiről egy negyed óra múlva kiderült, hogy nem más, mint a kínai biliárdszalon a Köröspart nagy hídjánál. A taxis csak morgott, hogy miért nem hívhatta fel a diszpécsert, mert azt tudta volna se perc alatt, hol van az igazi. De Dante miatt nem erősödött, csak morgott, maradt a kormánynál, és már csak az érdekelte, mikor jön el a számla kiegyenlítés pillanata. Mivel az egész történetből annyit már leszűrt, hogy elég ingoványos területen van, míg ezek a kocsijában ülnek. Lám most is fizettek? Nem fizettek. Csak bementek a kínai biliárdszalomba, és ki tudja, mikor lesz ennek vége. És csak a kilométereket számolt a fejben, hogy mennyit ment velük reggel óta, az amortizációt, az üzemanyagot, az adót, az úgynevezett kezelési költségeket, meg a munkadíjat. Ezt az egészet aztán elkezdte össze-vissza szorozgatni, és egy olyan összeget hozott ki végül, amitől még ő maga is meglepődött egy kicsit. Minden van, mondta nekik az öreg kínai kereskedő a biliárdszalonban, amikor beléptek. Pedig amikor először kijött eléjük, még hevesen integetett, hogy nincs nyitva, nincs nyitva. De aztán Dante azt mondta neki, hogy de nyitva van. És megkérdezte, hol van a terasz. Ó, felállta az öreg kínai, és erre-arra ingatta a fejét. Semmi terasz, nincs semmi, de van terasz, felelte neki erre Dante, miközben a báróharc egészen megenyhül, és kezdett visszatérni belé az élet. Csak azt mondogatta, igen, ez az, ez a kaszinó. És előre ment, amennyire a felhalmozott ruhák zűrzavaros oszlopai közt az lehetséges volt. Fiatal ember, kiáltott hátra Dantének, aki rögtön odaszaladt. Képzelje, itt egy zongora áll. És általában bár zenemen, de néha a Lélu zenekar játszott. Akkor ők voltak itt a nagymenők, ahogy a modern magyarban mondtuk. Mire a kínai bácsi egészen ilyet arcot vágott, és utánuk szaladt, hogy rend lesz, még nincs itt van, de rend lesz. Úgyhogy meg kellett nyugtatni, és elmagyarázni neki, hogy nem az adóhivatal, nem a rendőrség, egyáltalán nem is hivatal, hanem magánügyben. Amit a kínai egyáltalán nem értett. Akkor Dante közelebb intette magához, a kezében nyomott egy ezrest, és azt mondta neki bizalmasan, ez egy családi ügy. Mire a kereskedő arca felragyogott, család, az jó, és a pénz már nem volt sehol, mint a soha nem is lett volna, és előre szaladt, megelőzte a bárót is, és a terem vége felé, a jobb oldalon, elkezdett hevesen pakolni egy oszlopnyi farmert, amit ő hamarosan szabaddá vált egy ajtó, és a bácsi már nevetett, ránevetett a báróra, és csak bólogatott, és hívta, hogy terasz, jó, kis terasz, de jó. És kinyitotta az ajtót, és az ajtó tényleg egy teraszra nyílt, állapította meg Dante kissé meglepődve, mert szinte semmit nem hitt el a báró korábbi meséjéből, de hogy tényleg találtak itt egy teraszt, attól kezdte elhinni neki, hogy azért valami igaz, és hogy ez itt tényleg az a kaszinó. Bár először a teraszra a báró se, és ő se léphetett ki, mert egyrészt teljesen tele volt pakolva ruhabálákkal, és cipőfűzérekkel, és trikó és alsónadrág hegyekkel, és teafőzőkkel, és minden elképzelhető kacattal, de olyan szorosan, hogy ki se lehetett férni közöttük. Másrészt az öreg is elállta a kiáratot, és azt mondta, terasz, család jó, de fizetni kell, anyád hivat rá Dante, és elhúzta onnan, majd nekiállt, hogy széttolja a bálákat, és sikerült is egy elalakú ösvényt kialakítani a közöttük, aztán szólt a most kicsi ilyetten pislogó kínainak, hogy kell szék, meg kell asztal, és a kezében nyomott még egy 500-ast. De a kínai bácsi nem mozdult, csak nézte a tenyerében a bankót, és mintha nem értené mi az, csóvágatta a fejét, mire Dante ellevette magát, és belenyomott még egy 500-ast. Mire fel lett asztal és néhány szék is, kettő elé mondta a báró Dantének. Úgyhogy csak ezt az asztalt és ezt a két széket helyezte el valahogy neki a teraszon. Aztán intett a kínainak, hogy hagyják most egy ideig békén a bárót. Visszament vele a bolt előterébe, ott az öreg leültette őt egy sarokba, és kedvesen megkínálta teával. Úgyhogy ők ott iszogattak, kortyolgattak elől. Míg kint a teraszon a báró leült az egyik székbe,
Felhajtotta a kabátja galérját, mert fázott. Ráadásul a körösre hajló teraszról érzékelte, hogy az eső is elkezd megint csöpörögni, de ült a széken rendületlenül, mellette az üres másik, amit most egy kicsit közelebb húzott magához, és fázott és reszketett, de nem mozdult. Csak ült az üres szék közelében, és nézte a terasz magasából a köröspart szélén a lombjuk vesztett füzeket. Aztán egy idő után már csak a szelet figyelte, ahogy csak hajtja ide-oda a füzek hosszú, sűrű, csupasz ágait, hogy azok hidegen végigfésülik újra és újra a folyócska jeges vizét. It's all that I can do. I'm walking through deep water, trying to get to you. Your face is hidden from me, but your love is not. I will not reach for other things till I know what I have got. I'm walking through deep water, trying to get to you. I'm walking through deep water. I have no time to lose. I'm walking through deep water. There's nothing left to choose. This little heart of mine got loaded up with chains. The world just swirls around me. The water makes its claim. I'm walking through deep water, trying to get to you. My fear, who will drive my tears away? Who will calm my fear? Who will drive my tears away? I'm walking through water, nearer to the sea. I'm asking the deep water, don't take my love from me. I'll dance with little ladies with 100 just like me. They hold their breath and hesitate and dance beneath the sea. I'm walking through deep water, trying to get to you.